Folytatódnak a harcok az oroszországi Kurszk megyében, miután néhány napja az ukránok meglepetésszerű támadást indítottak. Az orosz hadsereg egyelőre védekezik, a lakosság pedig menekül, miközben a moszkvai vezetéstől vár segítséget. A támadás súlyosan érintheti az EU-t is, ugyanis az ukránok elfoglalták az utolsó olyan gázátadó állomást, amelyen orosz gáz érkezik Európába. Kijev pedig már elkezdte a fenyegetőzést, ugyanis Volodymyr Zelenszky egyik tanácsadója azt mondta, elzárhatják a gázcsapot, ha szükségük lesz a nyomás gyakorlásra. Napok óta heves harcok dúlnak Oroszország Kurszk régiójában, ugyanis az ukrán hadsereg 2-3 ezer katonával támadást indított Oroszország ellen. Az akció meglepte Moszkvát, egyelőre tüzérséggel és légicsapásokkal védekeznek az oroszok. Volodymyr Zelenszky méltatta az ukrán hadsereget és köszönetet mondott a támadásért. Az ukrán elnök arról beszélt, mindenki láthatja, hogy a hadsereg tudja, hogyan kell meglepetést okozni. Az ukránok tudják, hogyan kell elérni a céljaikat, és arra törekszünk, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. Ezeket a célokat mi választottuk ki. Oroszországnak meg kell éreznie, hogy milyen a háború, mondta Volodymyr Zelenszky. Közben az orosz lakosság kétségbe esetten menekül. Szerdán elkezdődött az evakuáció, több plusz vonatot is indítottak Moszkva irányába. Sokan a kormány és Vlagyimir Putyin beavatkozását kérik. A földünkre egy olyan külföldi hadsereg tört be, ami NATO technikával van felszerelve. Pár óra alatt rommá vált a városunk, a családjaink, a férjeink, a szomszédaink Donbászt védik, közben pedig mindent elveszítettünk, mondta egy menekülőnő. Vlagyimir Putyin utasította a kurszki kormányzót, hogy adjon meg minden segítséget a lakosságnak. Az orosz elnök emellett kormányzati támogatást is bejelentett. A rászorulók 10 000 rubel egyszeri kárpótlást kapnak. Fel kell mérni a károkat, és mindenben segíteni kell az embereket. Minden családhoz el kell jutni, és segíteni kell, mondta az orosz elnök. Közben sajtóhírek szerint a Fehér Oroszországban állomásozó Wagner zsoldos csoportot is Kurszkba vezényelték. Oroszország sem sebezhetetlen. Kijev a nyugati támogatóinak akarja bebizonyítani, hogy képes harcolni. Erről beszélt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Kaiser Ferenc szerint a támadás arra kényszerítette Moszkvát, hogy a frontról a tartalékot átvezényelje, vagyis csökkent a nyomás az ukrán hadseregen. Nem gondolnám, hogy az ukránok ezt a területet meg tudják tartani. Ez inkább csak egy ilyen propaganda, vagy hát kommunikációs blöff volt az ukránok részéről, de mindenképpen egy kicsit az orosz hadvezetésnek a megalázása, vagy legalábbis kellemetlen helyzetbe hozása. Az ukrán hadművelet azonban nem csak Oroszországot érinti súlyosan, hanem európai országok energiaellátását is romba döntheti. Megtörtént, amitől mindenki félt, Kijev teljesen elvághatja Európát az orosz gáztól. Ezt írta az Index, miután az ukránok elfoglalták a szudzsai orosz gázátadó állomást. Volodymyr Zelenszky egyik tanácsadója ugyanis azt mondta, Ukrajna meg akarja szüntetni az Európába tartó orosz gázszállítmányokat, hogy ezt nyomásgyakorlásra használja fel. Kijev minden lehetséges eszközzel próbálja rákényszeríteni az akaratát Európára, és különösen azokra az országokra, amelyek fizikai akadályok miatt nem tudnak lemondani az orosz energiahordozókról. Hetek óta zajlik az orosz kőolaj körül is a vita. Az egyik legnagyobb szállító a Lukoil szankcionálásával és a tranzit leállításával is zsarolják Szlovákiát és Magyarországot. Ukrajna ki akarja kényszeríteni, hogy Magyarország és Szlovákia változtasson a békepárti álláspontján és küldjön fegyvereket, illetve pénzt a háborúba. Ezt mondta a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádióban. Deutsch Tamás hangsúlyozta, Brüsszel a füle botját sem mozdítja, és nem védi meg az uniós országok érdekeit. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy neki minden körülmények között Ukrajna mellett kell politikailag kiállni. A politikai kiállás okán nem fogja sem a szerződés szegő magatartást megtámadni az Európai Bizottság, sem pedig az Európai Unió tagországainak energiabiztonsága mellett sem áll ki. Deutsch Tamás közölte, tisztán látszik, hogy az Európai Bizottság csak akkor lesz hajlandó gátat szabni a zsarolásnak, amikor Kijev már olyan messzire megy, hogy az Unió nagy nyugati országainak érdekeit is megsérti.